következő előadó is, valamiért komolyan vették most az előadók, hogy technikai dolgokról kell beszélni, úgyhogy Pál Marcell helyett a házi sörfőzésről Tél, azt hiszem András fog előadni. Sziasztok! Tél András vagyok, a Brewi CTO-ja. Én felelek a programozásért és az elektronikáért. És mivel ez egy New Tech Meetup, és arra kértek minket, hogy a technológiájáról beszéljünk, ezért én fogok ma előadni. Ez itt az egyetlen diám. Nem készültem semmi mással, viszont hoztam egy videót, ami igazából az Indiegogo-s reklám videó is egyben. És aki még nem ismeri a Brewit, annak szeretném ezzel bemutatni, hogy mi is ez a Brewi. Na hát hang nincsen, úgyhogy alá kommentálom, hogy mi is történik. Itt láthatók a sörfőzés lépései, pontosan olyan egyszerűen, amilyen a brewival egyszerű főzni. Ez pedig a fogyasztással bemutatjuk, hogy milyen jó is az, hogyha a saját házi söröd van. Itt úgy teszünk, mintha értenénk hozzá, ez nem a mi laborunkban készül. Itt látható a Brewi Pad, ez tartalmazza a kombót, a malátát, az élesztőt és a RFID kártyát, ami tartalmazza a receptet. Mindössze annyit kell tenned, hogy beleteszed a Brewi Padet a gépbe, megnyomsz egy gombot és lefőzi a sört. Utána még el kell raknod érni, ez olyan 2-3-4 hét, attól függ, hogy milyen receptet használsz, de sajnos nincsen instant alkohol, úgyhogy ezt muszáj megtenni. De hát sajnos ilyen az élet. Itt van az okostelefon alkalmazásunk, amivel bárhonnan lehet vezérelni a Brewit, fel tud csatlakozni az internetre, és az interneten keresztül tudod követni, hogy merre jár éppen a sörfőzési folyamat, mikorra kell hazamenned, hogy el tud tenni a sört, stb. Szintén van egy reset adatbázisunk is, ahol megtalálhatóak általunk jónak tartott sörök, illetve feltöltheted a sajátodat is, vagy pedig az internetről letöltheted mások söreit is. Ez pedig a social function a Brewi mögött, ahol pedig a felhasználók összekapcsolódhatnak egymással, és ez pedig a végső eredmény. Én a csapatunk. Fehérben és feketében középen a három alakítótag található, ő a gépészmérnökünk, a dizájnerünk és a másik dizájnerünk. És még meg is tisztítja magát. Na hát, maradt 2 percem, ami nem túl sok, úgyhogy elmondanám nagyon röviden, hogy hogy is keletkezett az egész Brewi, és hogyan is néz ki a technológiája. Én kezdtem el még a sörfőzést jó régen, és mivel mérnök vagyok és lusta is vagyok ugyanakkor, ezért elkezdtem automatizálni az első 3 óráját. A sörfőzés az egy igen bonyolult folyamat, körülbelül 8 órát vesz igénybe, hogyha te otthon el szeretnéd kezdeni, és utána az egész konyha úszni fog a sörlében, úgyhogy nem ajánlom senkinek, hogy elkezdje, a barátnőm nem igazán díjazta, úgyhogy kénytelen voltam egy elegánsabb megoldást kitalálni. Majd amikor egy sörfőzés alkalmával találkoztam a CEO-nkkal, aki szintén itt ül, megmutattam neki a sörömet, és kérdezte, hogy ezt hogy csináltam, mondtam, hogy egy félig automata géppel, és megkérdezte, hogy nem lehetne a teljes folyamatot automatizálni,
és egy rövid gondolkozás után az volt a válasz, hogy végül is lehetne. És hát ez egy elég bonyolult dolog, mert elég sok edényből kell, hogy álljon maga a gép. A brui 6 darab edényből áll, ebből van egy cefréző edény, van egy forraló edény, illetve van 4 homlózó edény. Az aljában található 10 darab szelep, 2 darab pumpa, 2 darab hőcserélő, ventilátorok, elektronika, hőmérők, árammérők, mikrovezérlő, wifi, LCD kijelző, ilyesmi, úgyhogy eléggé összetett technológiáról van szó. És számos kihívással találkoztunk a Drui megtervezése és legyártása során, és még mindig számos problémával találkozunk, ugyanis még csak most tartunk ott, hogy a gyártásba kerüljön maga a gép. Eddig azzal foglalkoztunk, hogy az összes gyártási dokumentációt előállítsuk. A több problémával is találkoztunk, igazából a legnagyobb probléma az volt, hogy hogyan lehet úgy megcsinálni a gépet, hogy a minősítéseken átmenjen, de ugyanakkor megmaradjon az, hogy jó sört főz, de olcsó is legyen, és gyártató is legyen, és ehhez nyilván meg kellett találni a megfelelő gyártót, meg kellett találni a megfelelő technológiát, és ez egy igen bonyolult folyamat volt, de elmondhatjuk, hogy végül azért kész lettünk vele, és nem sokára tényleg a gyártósorra kerül maga a gép. Hogyha van még, ha lesz még majd technológiai kérdés, akkor szívesen válaszolok arra is, de hát eléggé rövid volt az idő, nem tudom, hogy mennyi van még. Bárcsak egy kérdés, azért lassan. Jó, hát akkor ha valakinek van kérdése technológiával kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok rájuk. Milyen nehéz ez a gép? Súlyban. Tehát ha megrendelem postán, akkor mennyi lesz? Körülbelül 26-27 kg lesz, plusz a csomagolás, tehát ilyen 30 kg körül meg fog állni. 100 000 forint. Kínában fogják gyártani? Az elektronikai alkatrészek egy részét Kínában fogják gyártani, illetve vannak kínai beszállítóink, de magát a gépet azt első körben Magyarországon fogjuk gyártani egy nemzetközi cégnél, akik ilyen viszonylag kis szériás, nagyobb termékek gyártásával foglalkoznak. PC vagy mikrokontroller, vagy mi van benne? Van benne mikrokontroller is, illetve van benne egy ARM processzor is, tehát ilyen moduláris felépítése van. Az alsó szintet, a PWM jelek előállítását, a hőmérsékletmérést, a pumpák vezérlését, az árammérést, a szelepvezérlést, azt mind a mikrovezérlő állítja elő. Van egy kommunikációs protokoll a ARM processzor és a mikrovezérlő között, és az ARM processzoron fut egy beágyazott Linux, egy Qt-s felhasználói felülettel, és ez kezeli a touchscreen-t és a Wi-Fi-t, illetve az adatbázist. Bocsánat, igen. Múltkor volt itt a ODS-sel vezérelt projekt. Ők open source-t tették a forrást, titeltettek-e? Az volt a terv eredetileg, hogy open source lesz, viszont annyira kinőtte magát a projekt, hogy jelenleg az a tervünk, hogy nem lesz open source. Mennyi idő volt megtervezni az egészet és eljutni idáig? Az ötlet az 2013. augusztusában jött, a fejlesztést azt körülbelül októberben kezdtük el, de akkor még nem volt túl aktív, akkor még más munkánk is volt mellette, és körülbelül egy éve kezdtünk el tényleg aktívan foglalkozni a fejlesztéssel. Volt a kérdés? Igen. Igen? Hát az a helyzet, hogy mi úgy elmondjuk, hogy csak sört lehet vele főzni, viszont lehet vele mást is főzni, csak mi ezt nem promotálhatjuk, mivel ez a legtöbb országban illegális. Jó,
Egyébként mivel van benne precíziós hőmérséklet szabályzás, meg ilyesmi, ezért egyszerűbb átalakításokkal égetett SESZ előállítására is alkalmas. Illetve a térerő berendezés része az bor előállítására is alkalmas, csak hát a borhoz már jó alapanyag kell, tehát ez egy másik történet. Azért van RFID-n, hogy egyszerű legyen használni, és menő legyen. Egyébként semmi értelme. Természetesen van, amit bemutattam a videó során, a főző csomag. Ez a revenue streamünknek egy másik elég nagy részét képezi a gépen kívül, illetve tervezünk még egy fermentáló gépnek a készítését, ami egy adott hőmérsékleten tartja a cefrét, tehát kondicionálja és így nem lehet elrontani a sört. Tervezzük a matolóbantó készítését annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hatásfokot ki tudjuk hozni a sörből, mert ez sokat számít, hogy mennyi hatásfok, és sokat számít a sör minőségén az, hogy milyen robbantóval készült, és még gondolkozunk további termékeken is. Köszönöm szépen a figyelmet! Végre megtudtuk, hogy még az open source projektek, azok, amik nem lettek elég sikeresek.